Sziasztok! Holnándor vagyok. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és az ideinél sokkal, de sokkal boldogabb új évet! Kellemes ünnepeket kíván a 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjában, 2020-ban pedig a Tudományos Újságíró Klubja magas színvonalú blogokat elismerő oklevelében részesült Parallaxis Podcast és blog. Vigyázzatok egymásra is magatokra! Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba! Parallaxis. A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Gergővel, aki geográfus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének szilveszteri kiadása. Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Parallaxis 40. adása, és hát 2020 utolsó műsorához érkeztünk el, ami azt jelenti, hogy aki ezt frissen hallgatja, annak már karnyújtásnyira van 2021, aki pedig egy nappal később, azok már egyenesen a jövő évben élik a saját életüket. Én Farkas Csaba vagyok, és bemutatom mai beszélgető társaimat is. Itt és most mutatkozik be Kovács Gergő, a planetology.hu felelős szerkesztője. Gergő, üdvözlünk itt a Parallaxisban. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és a kedves hallgatóságot is, és örülök, hogy becsatlakozhatom ebbe a műsorba. Mi is örülünk, és hát hogyan lehet felismerni a köztünk élő geográfust? Én földrajzszakot végeztem, egy BSC-t, illetve egy MSC-t is. Emellett egy tudományos élményközpontnak vagyok a csillagász munkatársa, és most már lassan harmadik éve csinálom Nándival közösen ezt a planetology.hu weboldalt, tehát igazából én vagyok ennek a front office-a. Idén nyáról jött egy tudományos újságírói tagság, majd ugye a Parallaxis. Na jó, itt van velünk természetesen Vince Miklós is. Hát szervusz Miklós, egyenesen az ütős hangszerek mögül ültél ide át a Parallaxisbe, egy online élő koncert performance. Remélem van még hangod, mert énekeltél is, ugye ott? Van, igen. Ugye, hát online koncertről online beszélgetésbe csöppenünk, ez 2021. Vagy már, nem, én már itt tartok, látod? Pedig 2020-at akartam mondani, de én már lelkemben lezártnak tekintem ezt az évet, mert hogy ugye ez a mi kis koncertünk, ezt mindig az év végén tartjuk, úgy is hívjuk, hogy előszilveszteri koncert, tehát hogyha ennek vége van, akkor definíció szerint már én a jövő évben érzem magam, úgyhogy én már a fényes jövőben vagyok, és örülök, hogy megvártatok a kezdéssel, mert konkrétan úgy van, ahogy mondta Csaba, hogy én itten lepakoltam a hangszereket, bekapcsoltam az online eszközt, és itt vagyok. Ez egy erős és határozott zenekar, tehát koronavírus ide vagy oda, hogyha évvégi koncert, akkor az nincs kompromisszum, tehát ott zenélés lesz. És vissza lehet nézni, ugye? Így van. Tehát ezt szerintem... Igen, bár egyébként hangtechnikai problémák adottak, mint utóbb kiderült, hogy ezt mi nem tudtuk, de egyébként hasonló dolog, ami egy podcast készítéskor is előfelmerül, hogy ugye a jelszintek azok nem mindig izék, tehát hogyha például egy mikrofont beállítasz, hogy egy üvöltöző zenekarnak a jelszintjét lekövesse, akkor utána, amikor jönnek a felkonferálós dumáim, akkor abból nem lehet hallani semmit. Hát, szóval igen, az ördög mindig a részletekben bújik meg, még akkor is, amikor az ember időgépet épít, ugye, és akkor is, hogyha zenélni próbál online, úgy, hogy közben még konferál is. Nehéz kombó. De ez a jobbik eset, Miklós, nem? Tehát, mint hogyha ez még pozitívabb lenne, hogyha a zene nem hallatszana, és csak a felkonfok, hát az még jobban az élménynek oda tenne. Igen, és tökre örülök, hogy megtalálod a pozitívumot a dologban. Igen, így van.
Szóval, aki ennek ellenére kíváncsi, az nézze meg a zenekarunkat, úgy hívják, hogy Ruach, van Facebook oldalunk, a Ruachot meg úgy kell érni, hogy R-U-A-C-H, tehát majdnem úgy, mint a gyümölcslét, csak az Rauch, ez meg Ruach. Ugye betűk átvariálása, az nagy különbségeket tud eredményezni. Akár csak az idősíkok átvariálása, hogy valahogy próbáljam irányítani a beszélgetést a téma felé, ami ugye a Vissza a jövőbe trilógia, és a milyen neki? A fizikája, vagy hogy amiket látunk benne kütyüt, azok mik váltak valóra, vagy maga a film? Tehát, hát igen, mert ezek a kütyük, amiket mondasz, ugye itt az emberiség előtt én szerintem két nagyon-nagyon életbevágóan fontos lépcsőfok van, amit meg kell valósítani. Az egyik az a fénykard, a másik az pedig a légdeszka, mert hogyha az internetre fölmegy valaki, akkor újra és újra jönnek ezeket a célokat ostromló fiatal és kevésbé fiatal emberek. Tehát én úgy vettem ki, hogy amíg ezek nincsenek kész, addig nem dőlhetünk hátra, meg addig ne is álmodjunk itt Mars űrexpedíciókról, meg ilyenekről. Tehát ezeket kell. A fénykardról most szerintem ne beszéljünk. Azt már lehet, hogy meg is tettük mi egyszer, Miklós. Így van, élőben. Emlékszel? Volt egyszer valaha egy ilyen közönségtalálkozó jellegű esemény. Még a régi offline világban, évezredekkel ezelőtt. Nem mondom, hogy ott előrébb jutottunk a dilemmában, tehát nem mi leszünk azok, akik feltalálják a fénykardot, de talán a légdeszka, ott már azért vannak olyan részeredmények, hogy mintha két típus lenne ebből. Az egyik az egy ilyen, hát ilyen combosított drón, ami azért elbír egy embert, akár állva, akár ülve. A másik meg olyan fajta, ami valamilyen mágneses, elektromágneses cucc, ahhoz kell természetesen valamilyen pálya, tehát az nem működik csak úgy kint az utcán. Mindkettő elég jó, tehát néztem róluk videókat, de nem az a kecses eszköz, amiket a filmben láttunk. Igen, igen, erről is mindenképp szót kell ejtenünk. Meg a mindenféle paradoxonokról, ugye, amik az időutazáshoz magához kötődnek, és amikkel tele vannak ezek a filmek. Uh-huh. Úgyhogy van itt feldolgozni való téma, úgyhogy szerintem csapjunk is bele a lecsóba. Jó, Miklós, neked mi a legfontosabb tudományos aspektusa a Vissza a jövőbe trilógiának? Hát ugye igen, hogyha a fizikusi szemszögből nézem, ugye, és akkor nem a mérnöki, akkor ezek a már sokszor emlegetett időparadoxonok, de hát ugye minden időutazós filmekben vannak időparadoxonok, legalábbis azokban, amikben a múltba történő utazás valósul meg. Ugye éppen miatt ugye ez sokszor fölvetődött már a különböző podcastjainkban, és hát ugye ennek az eklatáns példája az, ami megvalósul itten a Vissza a jövőbe trilógiában, hiszen rengeteg ilyen dolog van. Ugye látjuk azt, hogy amikor az emberek visszamennek a múltba, akkor beavatkoznak a saját múltjukba, és akkor emiatt, aztán amikor visszautaznak a jelenbe, akkor egy másik jelent találnak ott. Ugye ezek a nagy papa paradoxonként elhíresült valamik, ugye onnan ered az elnevezés, amint a Stephen Hawking is nagyon gyakran népszerűsítette, hogyha visszamegyek a múltba, lepuffantom a nagypapámat egy pisztollyal, amikor még kisgyerek volt, vagy még mielőtt megismerte a nagymamámat, akkor én sose születek meg, tehát akkor nem is mehetek vissza a múltba lepuffantani őt, tehát akkor hogy is van ez? Ezzel egy rokon egyébként az információs verziója ugyanennek, a honnan van az információ típus, ugye? Típusú paradoxon. Például ugye gondoljunk bele, hogy ne is menjünk messzire a Vissza a jövőbe egyben, ugye az van, hogy ugye Marty McFly visszamegy az 50-es évekbe, és akkor ott eljátsza az embereknek, a Chuck Berry-nek a Johnny B. Goode című számát, amit ott van, ugye az ottani zenekar, a Chuck Berry-nek az egyik unokatesója, ugye az egyik izéje, és akkor ott mutatja neki telefonba, hogy ezt hallgass, Chuck, azt hiszem megtaláltuk azt a hangzást, amit kerestél, és mutatja, és akkor tehát akkor Chuck Berry onnan hallja meg a saját számát, és akkor így keletkezik végül is a Johnny B. Goode, és akkor ez a kérdés, hogy honnan van az információ. Tehát, hogyha valaki visszajön hozzám például az időgépterv rajzával a jövőből, és akkor én az alapján megépítem az időgépet, és én leszek az első ember, aki megépíti az időgépet, akkor honnan van az adat?
Úgyhogy ugyanez egyébként pikánsabb, hogyha, és egyébként majdnem e felé indul a történet, aztán szerencsére nem, hogy ugye visszautazik az ember a múltba, és találkozik a saját anyjával, és majdnem szerelembe esnek egymással. Na most, hogyha szerelembe estek volna egymással, és mondjuk tegyük föl, gyerek is születik belőle, de honnan van akkor a génkészlet, ugye? Tehát, hogy ugye? Tehát, hogy ugye az ember az eleve fele olyan génkészlettel rendelkezik, mint az anyukája, de hát akkor honnan van a másik fele? Hogyha, tehát, hogy ugye információ keletkezik az ilyen visszautazás, és semmi, visszautazások során, és információ sem keletkezhet semmiből. Tehát ezek paradoxonok, és akkor az a kérdés, hogy ezeket hogyan lehet feloldani. Erről ugye órákat lehetne beszélni, de most én itt le is állok, és visszadobom a labdát, mondjuk Gergő felé, hogy most itt akkor mi itt a fő tudományos aspektus, nem csak nem feltétlenül geográfiai szempontból, hanem hogy mi az, ami számodra a leginkább vissza a jövőbe szerű dolog, amiről ma itt érdemes lesz beszélnünk. Hát már most elég sok minden elhangzott így általad. Igazából tényleg az a nagyon nagy tanulsága a filmnek, hogyha visszamegyünk a múltba is, hogyha egy nagyon-nagyon picike kis dolgot teszünk ott abban a múltban, akkor már annyira meg tud változni a jövő, hogy azt szinte el se tudjuk képzelni. Elég, hogyha mondjuk Biffre gondolunk, aki tényleg a George McFly-nak az ilyen csicskáztatójából egy ilyen teljesen más ember lett abban a jövőben, amiben majd később ugye McFly visszatért. Tehát láthatjuk azt, hogy ugye az eredeti idővonalon a McFly apjának volt ez a Donald Trumpra hajazó főnöke, Biff. Igen. Utána pedig Biffből egy ilyen kezes kicsit érdekes lökött szórakozott ember lett, aki gyakorlatilag így viszonylag jóba van George-al, aki egy ilyen loser emberből egy igen magabiztos sikeres íróvá vált. Thomas F. Wilson egyébként a Biffnek az alakítója. Thomas F. Wilson, itt kiemelném, hogy mennyire imádom, ahogy játssza ezt a... Hát kimondhatjuk, hogy hülyét, mert ugye mindig belesül ezekbe a szóvicceibe, meg mondásaiba, amiket nem tud jól, és bár ezek ilyen idétlen jelenetek, de én ezeken még tudok röhögni mind a mai napig, amikor ez megtörténik. De bocsánat, Gergő, hogy belevágtam. Semmi gond. Gondolkodtam én is egyébként, hogy tényleg rengeteg film, könyv, játék, rajzfilm, mese foglalkozik az időutazással. Most elég, hogyha mondjuk csak a Harry Potternek az időnyerős kalandjaira gondolunk, tehát amikor vissza megy Hermione a múltba, hogy elmenjen plusz órákra, vagy Harryvel együtt elmenjen a múltba, hogy a Csikócső nevű hipogrifet megmentse, és ott is ügyeltek arra, hogy nehogy találkozzanak a néhány órával ezelőtti önmagukkal, csak mert különben ugye teljesen megváltoztatnák az egészet. De később ugye Harry rájött arra, hogy amikor visszament a múltba, neki kell megmentenie saját magát, mert ugye ő azt hitte, hogy az apja küldött rá patronus, holott nem, ő maga küldött magának egy ilyen segítséget, hogy elűzze a dementorokat, tehát ez egy elég furcsa történet, de szerintem a visszajövőbe az, ami a legjobban megmutatja ezt az egészet, hogy mik a problémák. Most ha a Biff-től eltekintünk, elég, hogyha a sportkönyvre gondolunk, a sportalmanakra, amit megvettek, és akkor Biff lenyúlja, hogy aztán odaadja a fiatalkori önmagának, aztán aki ugye egy teljesen más valóságot hozott létre azon az idővonon, ahonnan egyébként a McFly jött, tehát teljesen átírta a történelmet, mutatjuk ezt. Hát amit már ugye maga McFly is átírt, hiszen ők is a loser apából egy magáért kiállni képes apát csináltak, az egész családját tulajdonképpen átformálta, tehát ő is egy alternatív univerzumot hozott már létre, csak az ő számára ugye kedvező alternatív univerzum, meg a néző számára ugye szívmelengető. Egyébként ez a Marty McFly egy furcsa hős típus még az első részben, mert neki nincsen semmi komolyabb jellemhibája, vagy semmi olyan cél, amit neki el kéne érnie, van már barátnője, tudja, hogy mit kell csinálni, határozott. Az összes ilyen jellembeli dolog, amin át kell menni a karaktereknek, azt ő neki kell forszolnia, például az édesapját kell így
mentorálnia, vagy protezsálnia, hogy merjen oda menni az édesanyjához. Meg az összes karakter úgy veszem észre, hogy a Martin kívül közel sem tökéletes, sőt, elég lökött mindenki, és sohasem azzal van baj, amit a Marty csinál, hanem amit a többiek nem tesznek meg, és ugye egy ilyen kicsit közvetett interakcióval kell a tulajdonképpen a történetet előre lendíteni. Ez még az első részben így működik. A másodikban aztán Martinak van ez a hát ilyen kattanása, hogy neki el kell vinni a sportalmanakot, és mondhatjuk, hogy ez okozza tulajdonképpen az egész történetben a galibát, tehát kimondhatjuk, hogy ő tehet róla részben, ami történik. A harmadik rész az meg megint teljesen más, már, mint az első kettő, mert ott az meg már a Dokiról szól lényegében, meg az ő szerelméről. De annak ellenére, amit elmondtatok, hogy vannak itt bajok az időutazással, és a paradoxonok előkerülnek, nekem hosszú éveken keresztül a Vissza a jövőbe volt az etalon az időutazás szempontjából. Tehát valahogy én gyermekként ezt láttam, és minden időutazós filmben ezt kerestem, vagy ezt akartam viszont látni, hogy így működjön az időutazás, ahogy milyen jól elmagyarázta ott a Doki a táblánál, hogy akkor keletkezett ez az alternatív univerzum, visszamegyünk, előre megyünk, elég bonyolult, de a film az elég érthetően prezentálja mégiscsak ezt a oda-vissza mozgást az időben. Szóval nekem annak ellenére, hogy nem tökéletes, és mindig rávilágít valaki a tökéletlenségre, és hogy ez így nem működhet, nekem mégis valahogy úgy maradt meg az egész a fejemben, hogy ez egy tökéletes mű, nem tudom miért. Hát biztos. Kortalan. Igen, pontosan ezt kicsit akartam mondani. Igen. Olyan nagyon jól meg lett csinálva ez a film szerintem, tehát ez egy tipikusan majdhogy nem olyan film, mint mondjuk a reszkesedek betörők, vagy akár a Bud Spencer-es filmek, hogy hiába láttad 25-ször, 26-odjára is meg fogod nézni, mert van a filmnek egy olyan bája. Miklós, te hogy viszonyulsz így érzelmileg a produkcióhoz? Igen, én hasonlóan, tehát én is úgy gondolom, hogy ez abszolút egy ilyen kortalan mutatvány ez a film, nincs, hogy mondjam, tehát hogy azért élvezhető még most is, mert egyébként akkora formák a karakterek, hogy igazából megállják a helyüket bármikor, tehát hogy például a Doki, tehát nézd ezt a formát, tehát hogy ez olyan szinten archetipusa tulajdonképpen az őrült tudósnak minden szempontból, hogy ez egy olyan karakter, ami soha nem létezett ilyen, ugye, de mégis egy toposzként ott él mindenkinek a fejében, hogy így kell egy őrült tudósnak kinéznie. És aki egyébként zseniális meg minden, ugye az őrültet is. Ilyen haja van a Igen, így kell, tudós. Így van, ugye ez talán az Einstein hozta be egy kicsit ezt a vonalat, hogy egy tisztességes őrült tudós, az Einstein nem volt őrült, de hát a hajviselete az ikonikussá vált, ugye, tehát hogy szerintem az Einstein hajazata az inspirálhatta a Dokit, a Doki karakter megformálását, viszont tényleg, miért működik ez a film? Hát ugye most kéne valami bölcset mondani. Szerintem azért működik, mert valahogy tökéletes arányban van minden. Tehát, hogy egy picit csöpögteti a tudományt is, de nagyon jól el van találva azért az egész, hogy mondjam, csak az akció, a vicces részek, a kütyük. Tehát, hogy az arányok vannak nagyon eltalálva, és szerintem ez tök nehéz megcsinálni, mert rengeteg, ha belegondoltok, hogy mennyi ellenpéldát tudunk, amiknél ez nem működik, mert valahogy nincsenek jól eltalálva a kis fűszerezési dolgok, az arányok. És szerintem a menőség a másik ilyen kulcs szó. Én amikor gyerek voltam, akkor ez egy végtelenül menő film volt, amit itt lehetett látni. A Marty McFly ugye gördeszkázva megy ott be a suliba, vagy nem tudom hova, egy DeLorean-t alakítanak át, légdeszka van, tehát sugárzott belőle valami iszonyatosan menő, ami ellenállhatatlan egy fiatal ember számára, és ugye ezek a zeneszámok is, amik szólnak benne. Most vettem egyébként észre, hogy maga Flea
vendégszereplő, illetve az Easy Top a harmadik részben. Nem szoktam sűrűn újra nézni, de ezeket a finomságokat így most sikerült csak észlelnem. Hát igen, de egyébként tényleg ezek nagyon cool dolgok voltak ez a 80-as években, de ennek ellenére tényleg kortalan a film. Tehát ez a szép, hogy most nem tudom, hogy most mennyire találnánk menőnek azokat a cuccokat, ami a 80-as években rohadt menő volt, meg a 90-esekben is, amit ugye a Marty McFly ilyen módon megtestesített, de ennek ellenére is tökre működik. Szóval itt azt hiszem zseniális. Ugye a Robert Zemkész, ugye ő volt a rendező, ha jól emlékszem, aki egyébként ugye a Forrest Gumpnak is a zseniális rendezője lesz, majd később, ugye, és hát ő valahogy ezeket jól el tudja találni, úgy tűnik, hiába. És persze Steven Spielberg sem hiányozhat, ő volt az executive producer, ami szintén ugye egy garancia sikerre már akkor is. Ugye. Mikor készültek a filmek amúgy? Tehát ez 80-as évek végére tippelek, ugye? Vagy? 85-ös az első, és most igen. Úgy, mintha úgy láttam volna, hogy 89-es a második, igen. És 90-es a harmadik. Hát nekem a második torony magasan, pont azért, mert látjuk a jövőt, ami 2015. Na ez is egy érdekes kérdés, hogy... Hát ezt összehasonlítjuk akkor 2020-szal, ugye amit már az adás elején mondtam, kicsit le vagyunk maradva ezzel a légdeszkával, ezért érzik szerintem az ilyen feltalálók, hogy hát most már csinálni kéne nagyon ezt a légdeszkát, mert 5 éves hátrányba kerültünk, tehát ezt mindenképpen tető alá kell hozni. De nézzük meg, mi valósult meg azért. Azért nézzük meg, nem? Mert, persze, de, persze. Mert itt azért ránéztem a dolgokra, és találtam több listát az internet bugyraiban, amik azt vették végig, hogy mik azok a rengeteg dolog, ami viszont valamilyen szinten, nem is pont ugyanúgy, de megvalósult, ugye vannak ilyenek. Nézzük. Például ugye a 2015-ben játszódó valamiben, ugye láthatunk ilyen dolgokat, amik ilyen kutya sétáltató robotok, ugye, amik ilyen drónok, amik sétáltatják a kutyákat. Igen. Na, ilyen van. Tehát, hogy konkrétan ez a drónoknak egy lehetséges alkalmazása. Tehát elég félelmetes azért. Ez de működnek, tehát a drónok részei a mindennapi életnek. Van erről videó, hogy kutyát sétáltad? Nem, erről nincs, de hogy nem. Szerintem ezt még így konkrétan senki nem próbálta ki, ha csak nem egy nagy vissza a jövőbe fan, egy szegény kutyával. De minden esetre, hát érezzük, hogy ez nem egy lehetetlen dolog. Hát nem. Drónt láttunk, ezt simán meg lehetne csinálni. Lehetségesebb, mint a légdeszka most. Igen. Mobil fizetési technológia. Oda mész, lecsippantod a mobiloddal, és fizetsz. Ugye PayPass, meg minden izé. Ezek benne vannak a 2015-ösben. Ugye pontosan így fizetnek, ilyen wireless elektromos eszközökkel a filmben, és tényleg így működik, amikor ugye az történik, hogy gyakorlatilag kunyerál valaki ugye egy $100, mert ugye nagy infláció van, egyébként ezt is jól beérezték, tehát egy $100 izét kér egy koldus, talán, vagy valami, egy idősebb ember, és akkor lepittyentéssel lehet fizetni. Ez benne van, ugye? Ez abszolút megvan. Aztán vannak ilyen biometrikus eszközök. Amikor ugye látjuk azt, hogy a Martinnak a barátnője és jövőbeli felesége, a Jennifer, az ilyesmit csinál, hogy kinyite a ház ajtaját az új lenyomatával nyitja ki. Aztán, mik vannak még a 2015-ben, amit látunk a filmben? Hát például olyan játékkonzolok, amelyekben nem kell fognod semmit. Tehát, hogy nem kell joystickozni, ugye virtuális valóság cuccok. Tehát van ilyen, ugye most már abszolút léteznek ilyen dolgok, ezt nem is kell mondani, ugye egyszerűen mocorogsz, és akkor van két szenzor, és akkor érzékeli, és mondjuk berúghatsz egy gólt a játékprogramban, anélkül, hogy egyébként fognál a kezedben bármilyen kütyüt. Ugye ez megvan, ezt már az Apple és az Amazon is szabadalmaztatott ezzel kapcsolatos dolgokat. A Nike ugye az konkrétan azt hiszem, hogy a piacra is dobta azt az önmagát bekötő tépőzárszerű cipőt, amit a visszajövőbe inspirálta, ugye, tehát ez az információ visszakeletkezése a rendszerben, hogy 2015-ben tényleg, vagy már előbb, ugye 2011-ben a Nike piacra dobta azt a cipőt, ami nagyon hasonlít arra, ami magát befűzi, úgymond, emlékeztek erre? Aha.
És ezt tényleg piacra dobták. Aztán ilyen, amivel most fölvesszük ezt a beszélgetést, hát a videós beszélgetés természetesen. Ez abszolút az, hogy itt izé, hát most 2020-ban ezt nem kell magyarázni, Skype, Zoom, akármi. Hibrid autók. Hát ugye a visszajövőbe ott ugye az van, hogy szemétdarabokat pakolnak bele az autóba, és akkor van benne egy fúziós reaktor, és Mr. Fusion? Igen. Azt hiszem így hívják. Jó, hát a fúzióval baj van, meg az is biztos, hogy amikor csinálták a visszajövőbe epizódot, akkor ugye még nagyon hittek az emberek egy számítási hiba miatt az úgynevezett hideg fúzióban. Ami ugye egy olyan dolog lett volna, hogy bizonyos körülmények között szobahőmérséklethez közeli hőmérsékleteken lehet csinálni magfúziót, ugye tudjuk, ami a csillagok belsejében is zajlik, meg a hidrogénbombában zajlik, ugye hát az több millió fokos plazmára van szükség, de konkrétan úgy tűnhetett egy ideig a 80-as években, hogy bizony-bizony elképzelhető, hogy ilyen pici, könnyű kis hidegfúziós valamiket lehet csinálni, be simán optimális esetben lehetett volna ilyeneket. Hát ha ilyet nem is csinálunk, igen, de valójában a hidrogén tüzelőanyagcellával működő autók, azok tulajdonképpen valamilyen értelemben tényleg végül is mondhatjuk úgy, hogy újra hasznosítanak ugye dolgokat. Hát igen, és nem egy banánhéjat, meg egy petpalackot dobunk bele, hanem kicsit máshogy működik, de jó, adjuk. Igen, de a tüzelőanyag cella ugye az varázslatos, ugye, mert ugye hidrogén és oxigént összeereszt, ez durranógáz elegybe, és akkor keletkezik elektromos áram, és melléktermékként víz, ami egy tök hasznos dolog. Ugye, hát az Apollo űrhajókban is ezt használták, ezt a rendszert, mert ugye rakétahajtásnak is tökéletes, szóval ezek jó dolgok. Na, hát igen, a hoverboard, vagy ezt már emlegettük, és akkor még kettő dolog van, amit írnak ebben az összefoglalóban, amit egyébként a money.com készített. De a hoverboardot, bocs, mielőtt tovább mész, ezt pipálod, vagy azt mondjuk, hogy még fejlesztés alatt? Jó, hát ki lehet pipálni, igazad van. Ki lehet pipálni, én ugye gondoljunk bele, hogy tényleg mondtad a... Van kereskedelmi forgalomban, igen, tehát... Jó. Kicsit ormótlanabb, mint a filmben, de van. Hát de igen, mondtad, hogy kétféle verzió is létezik. Én amúgy abszolút a szupravezető mágnesesen gondolkoztam. Ugye például, hát tudjuk, hogy például ilyen nagysebességű vonatok, a Shinkansen úgy megy, ugye a Hyperloopról nem is beszélve, amit ugye építenek. De hát, hogy igen, vannak ilyen sín fölött lebegő, és ettől aztán nagyon gyorsan menő vonatok. Valóban ehhez ugye szükséges, hogy fémből legyen ott alul a dolog. De hát persze lehet, hogy 2010, a filmbeli 2015-ben azért lehet az utcán is csak úgy menni ilyennel, mert ilyen dolgok alapértelmezetten bele vannak építve a talajba. Ugye? Tehát ezt nem tudhatjuk. Most lehet, hogyha néznek minket visszajövőbe rajongók, és hallják, hogy mennyire nagyvonalúak vagyunk, ugye azok, akik mindig arról álmodtak, hogy ugyanolyan légdeszka lesz a kezükbe, csak felpattannak és suhannak. Lehet, hogy most ütik az asztalt, hogy dehogy valósult meg, hát miket beszélünk itt, hát egy Shinkansenről van itt szó, meg nem tudom, tehát olyan félcsöveket kell csinálni, ami speciálisan erre van kiképezve. Igen, tehát itt most azért el kell mondani, hogy kizárólag a technológiai szinten, vagy alapelv szinten alkalmazhatóság szempontjából pipáljuk ezeket a dolgokat, nem? Ja. Azért tegyünk egy ilyen disclaimert ide. Igen, igen, ez helyes. Aztán még ők felsorolják a videó szemüveget, ugye, az okos szemüveget, amivel ugye láthatod, amit mások is látnak. Elvileg... A Google Eyes, vagy Glass, vagy mi az, volt, az aztán egy, igen, kicsit leálltak, mert egy rohadtul nem váltotta be úgy pénzügyileg a hozzáfűzött reményeket. Ennek ellenére ugye azt van ugye a filmben, hogy Martinak és Jennifernek a jövőbeli gyerekei, azok ugye így elhanyagolják a családjukat, mert ehelyett tévét néznek, és egymással beszélgetnek ezekkel a szemüvegek segítségével, amik egyébként most... És egyszerre nézi a Márti, bekapcsol, 9 csatornát néz. Multitasking, igen. Az kicsit egyébként arra utalhat, hogy nekünk a figyelmünk így szétaprózódik. Ez is valamilyen szinten igaz, belemagyarázhatnánk ezt, hogy sokkal felületesebben és sokkal több dologgal foglalkozunk most,
mint ha így a tévénézőket összehasonlítjuk, itt a jövőben, meg a múltban, meg a jelenben, akkor ez arra utalhat, hogy igen, tehát így több az info, felületesebben fogyasztjuk. Figyelj, ez nagyon menő. És még egyet írnak ők, hát ez egy eléggé erőltetett dolog, de hát ez a tizedik, ami persze ugyanolyan, mint a Nike-s cipő rovat, hogy a Pepsi maga is piacra dobta azt a fajta Júj. Kólát, a Pepsi Perfect nevű valamit, ugyanolyan dizájnnal, ami szerepel a filmben. Na hát igen, ezeket már a film ihlette. Igen. Úgyhogy lehet, hogy erre is azt mondják majd a hallgatók, hogy jó, ezek azért jó, erőltetek. Rezeg itt igen. a léc. Hát, igen, igen. Miklós, de a feleségem bemondott azért egy plusz találatot azért, hogy azt mondja, hogy mostanában azért vannak már, tökre vannak olyan Mireli cuccok, amiknek nagy mértékben megnő a térfogatuk, hogyha berakod a mikróba, meg ilyesmiket csinálsz, tehát, hogy... Hát ebben reménykedtem, hogy ezt fogod mondani, hogy van olyan pizza, ilyen kis izé, betesszük 2 másodperc, és kivesszük a nagy pizzahátos izét, vacsorát. Na jó, figyeljetek, én végigmondtam kiméletlenül ezeket, most én sokat hallottam a hangomat, úgyhogy tessék, most mondjatok valami nagyon okosat. Gergő, te már rég nem szólaltál meg, úgyhogy... Hát én valóban rég nem szólaltam meg. Én is olvastam egy hasonló cikket, és abban még benne volt a repülő autó is. Tehát, hogy az is már valamilyen értelemben megvalósult azóta. Tehát ugye csináltak már több alkalommal is repülő autókat. Igaz, hogy ezek nem terjedtek el, mint ahogy a filmben elterjedtek, de kétségtelenül elkészültek, tehát készültek el ilyen kis alkalmatosságok, tehát ilyen eszközök, illetve amit láttam még egy dolgot, ugye maga az időjárás jelentés. Egyébként az időjárás előjelezés az a filmben az tényleg úgy működött, hogy másodpercre pontosan lehetett tudni, hogy mikor van vége az esőnek. Én azt hittem, hogy a Doki az csak tehát ő járt a távolabbi jövőben is, és onnan tudja, hogy vannak adatok, és onnan tudja, hogy mikor fog elállni mondjuk az eső. Jó, mondjuk miért figyelne ilyenekre, meg miért nézné ezt, de én frankon azt hittem, hogy ez azért van, de akkor most Gergő, lehet, hogy te most felvilágosítottál engem, hogy az ott úgy működik, hogy az időjárás jelentés az ennyire pöcre, tehát ennyire másodpercre pontosan. Hát én a filmben, hogy van, azt nem tudom. Tényleg. Mert erre a részre nem emlékszem. Ezt meg kell, hogy hát az elején a második résznek az van, hogy esik az eső, és akkor egyszer csak azt mondja a Doki, így ránéz az órájára, és akkor valami olyasmit mond, hogy másodpercre pontosan, vagy tényleg ott, mintha még az időjárás előrejelzés is elhangzana. Igen, de aztán... Igen, de mondjuk... Hát figyelj, most már azért vannak olyan radarképek, amiket, hogyha birtokában vagyunk, hogyha nézzük neten, most így nem akarok nevet mondani, de hogyha látjuk az egyes radar animációkat, akkor abból már tudjuk azt, hogy na, nagyjából olyan fél óra múlva lehet, hogy el fog állni az eső. Vagy ugye másik példa, fél órán belül az a szupercella, az ide ér mi hozzánk is. Aha. Jó, ez igaz. És ez tény, hogy a 80-as évek óta egyébként olyan értelemben is sokkal jobban lett az időjárás előrejelzés, hogy már egy-két nappal kijebb szóltuk, hogy mennyire lehet elhinni, ami ugye azért iszonyatosan nagy szó, mert ugye az időjárás, ugye tudjuk, hogy ilyen pillangó effektust és hasonlókat szoktak felhozni, tehát az időjárás az egy nagy mértékben turbulens valami, vagyis nagyon nehezen előrejelezhető, mégpedig exponenciálisan romlik az előrejelezhetősége az idő függvényében. Tehát mondjuk kétszer annyi időre sokkal nem kétszer nehezebb előrejelezni, hanem 1000-szer nehezebb előrejelezni, tehát itt elég nagy exponensek vannak, és aki ezt nem tudja, az kicsit csalódással tölteti el, hogy miért van az, hogy mit tudom én, 1980-ban 2 napra lehetett előrejelezni jól az időjárást, úgy kb. Nagy konfidenciával, most meg mondjuk 3 vagy 4 napra is elhihető előrejelzések, hát mi, hát ennyit fejlődött a technika, hogy csak ennyit? Hát nem csak ennyit, hanem ez óriási. És gyakorlatilag ennél 2-szer nagyobb meg sose lesz, tehát hogy 100 év múlva se. Egyszerűen csak azért, mert ezeknek a rendszereknek a jellegéből fakad, hogy egyszerűen elméletileg sem tudhatjuk, vagy nem, tehát gyakorlatilag nem tudhatjuk soha olyan pontossággal a jelenlegi állapotot, hogy abból tökéletesen
meg tudjuk jósolni, hogy mi lesz mondjuk egy hét múlva. Persze, mert hát ezek kaotikus rendszerek, tehát ezekben a véletlen is ott van elrejtve. Így van. Tehát nem lehet pontosan kiszámítani, pont ezért kaotikusak. Pontosan. És hát ugye igen, és ilyenkor persze fölmerül a kérdés, hogy ha már ennyire kaotikus, sőt, turbulens egy rendszer, akkor aztán az, hogy oda mennek az időutazók, és bezavarnak valamit, az például igazán elronthatná azt, hogy másodpercre pontosan mikor esik az eső, de hát mindegy, ezek nüanszok, tudod, ez. Egyébként ott abban a sikátorban, ahol ez történt, már magában a filmben, ott minthogyha ilyen lézerdiszkeket láttam volna, nem tudom, ti most újra néztétek-e frissen, de nekem most tűnt föl, hogy ott ilyen mindenféle CD-k meg lézerdiszkek vannak ott kidobva, vagy össze tömörítve. Ez feltűnt most nektek? Ez nagyon érdekes szembesülés volt nekem. Hát én nem néztem újra, de most így felvillant az emlékkép, igen. De ez nagyon, akkor nagyon alaposan megnézted most. Hát föltűnt, úgy szembe tűnt nekem. De ott is úgy voltak odatéve, minthogyha már azokat már úgy nem használná senki. Na fiúk, én vagyok a rozzsarú, cápa 19 sincsen, vagy hát nem volt még 2015-ben, de egyébként a többit azt mondtuk, hogy nagy vonalúan akkor kipipálhattuk, tehát úgy technológia meg alapelv szintjén. Bocs, de létrejött egy egész műfaj a cápás Z-kategóriás katasztrófa filmekből. Hát igen, ez tehát ilyen okay, részeredménynek elfogadhatjuk. Na de legyél csak a rossz zsarú, hát mi nincs még meg? Hát maga az a hologram, ami bekapja a Marty McFly-t, pedig vannak ennél sokkal jobb hologramok, mint hogyha lett volna, talán Tupacnek lett volna egy ilyen mesterséges koncertje is hologram formájában. De az a cápa az meg annyira gagyi volt ott ehhez képest a filmben, hogy szerintem ez is olyan nehezen elfogadható. Bár ez a hologram technológia szerintem érdekes lesz, és lesz ennek jövője, vagy valamilyen formában a szórakoztatóiparban egyszer csak ez majd biztos berobban, és így fogunk majd fogyasztani műsorokat, meg majd vége lesz ennek a 4K, 8K felskálázásoknak, és akkor jönni fognak a klasszikusok hologram verzióban, úgyis meg lehet majd őket vásárolni, tehát lesz szerintem majd egy ilyen, mit szóltok ehhez a prognózisomhoz? Simán, meg majd biztos, hogy lesz egy ilyen holotelefon is, mint a Star Wars-ba, hogy bemész egy ilyen kis holohelyiségbe, leülsz, vagy megállsz, ott maradsz, és akkor a vonal másik oldalán majd a te holóképeddel beszélgetek, és fordítva. Na hát nem tudom, beszéljünk-e magáról a fluxus kondenzátorról, illetve az időgépről, van-e ebben tényleg, ennyi, hát Miklós? Hát figyelj, igen, hogy az időgép sem valósult meg azért. Bár ugye, tudod azt már 55-ben kitalálta a így Brown. Van. Hát igen, de tudod, hogy van ez, hogy mit akarunk? Időgépet. Mikor akarjuk? Ez irreleváns. Igen. Ugye tök mindegy. Hogyha egyszer van időgéped, mindig van időgéped. Tehát igen. Tehát sohasem egyébként lesz? Ez azt jelenti? Na ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye innen jutunk el oda, hogy amit a professzor rajzolgatott a táblára, hogy a visszautazásokkal, hogyha te generálsz mindig új univerzumokat, akkor mi történik az összes többi párhuzamos szállal? Uh-huh. Mert ugye a nagypapa paradoxonnak, ugye, ami első ránézésre kétféleképpen oldható föl, az egyik az, hogy nem lehet visszafelé utazni az időben, sajnáljuk, ez van. Akkor itt zárójeles megjegyzésként kínálkozik. Köszönjük szépen a figyelmet. Igen, zárójeles megjegyzésként azért ide kívánkozik, hogy az időben előrefelé való utazásnak a világon semmi akadálya nincs, sőt, ezt ugye tesszük is minden most nap, is amikor felülünk egy villamosra. Ja jó, igen, oké, de az, hogy igen, igazad van. Ja, villamosra kell felülni, na. Hát vagy egy DeLorean-re, vagy bármire. Hát bármire, mert ugye a speciális relativitás elmélet az már megmondja nekünk, hogy a egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben másképp telik az idő. Hát gondoljunk az Iker paradoxonra, ami ugye arról szól, hogy van két ikertesó, az egyik elmegy egy gyorsan mozgó űrhajóval, fényhez közelebbi sebességgel, aztán visszajön, és akkor amíg ő számára eltelt, mit tudom én, 2 év, addigra az ikertes olyan már egy 95 éves aggastyán lett. Tehát ilyen értelemben az az ember, aki az űrhajóban ült, az ő vonatkoztatási rendszeréből ugye egy jövőbe történő időutazást hajtott végre.
És persze azért mondom, hogy persze a villamoson is működik, tehát, vagy akárhol, csak hát ugye azért nem vesszük pont észre, mert ezek a sebességek a fénysebességhez képest annyira picik, hogy jó közelítéssel azt mondhatjuk a saját kísérletünkben, hogy az idő múlása az a vonatkoztatási rendszerektől független. De hát ez csak egy közelítés, valójában függ, ezt rengetegszer igazolták már, például megtúráztattak repülőgépekkel atomórákat, vagy felvittek az űrállomásra atomórát, és visszahozták, és bizony ki lehetett mutatni, hogy ezek az effektusok valóban léteznek. Például, aki fent a nemzetközi űrállomáson 8 km másodperces sebességgel fönt keringett mondjuk egy évig, utána visszajön, az mondjuk, mit tudom én, egy ilyen értelemben egy tized másodperc, egy másodperccel, vagy nagyjából ennyivel fiatalabb, mint a Földön maradt ikertestvére. Erre nagyon jó példa még a GPS műholdak, amikor első fél éves földrajz BSC-sként kezdtem a tanulmányt, és volt nekünk egy földrajzi helymeghatározás nevű tárgyunk, és vettük a GPS rendszert. Ugyebár a GPS műholdak azok 20.200 km magasan keringenek, ugye egy meghatározott keringési sebességgel keringenek a Föld körül, egy rubidium-cézium atomóra van mindegyik ilyen GPS műholdon, és akkor én rákérdeztem a tanára, hogy ezek az atomórákkal mi van, hogyha ezek relatív elég nagy sebességgel keringenek a Föld körül. Később kiszámoltam, és elég nagy sebesség jött ki. Ugyebár tudjuk azt, ugye, amit te is elmondtál, hogyha gyorsabban megy valami, akkor abban a vonatkoztatási rendszerben lassabban telik az idő, és akkor utána mondta a tanár rá következő alkalommal, hogy ezeket az atomórákat pont emiatt naponta többször is kalibrálják, hogy ne legyen az eltérés. Így van, illetve, hogy eleve a GPS szoftver, amit az okos telefonodba küldi az adatot, hogy most hol van az autód, az már eleve a relativitás elmélet képletei segítségével számol, hiszen itt ugye két dolog is van. Egyrészt ugye az, hogy az a műhold, az, ahogy mondtad, 20.000-nél is több kilométer magasan van, vagyis a gravitációs, úgymond vörös eltolódás is másképp van, hiszen ugye azt lehet mondani, hogy lassabban telik az idő idelent, mint odafönt, még akkor is, hogyha ha nem mozognak a rendszerek, ugye? Ezt ugye... Hát erre a legjobb példa egyébként az Interstellárból a fekete lyukas jelenet. Így van. Illetve persze most fordítva mondtam, rosszul mondtam, de nagyon jó, hogy behoztad az Interstellárt, mert az helyre teszi, tehát véletlenül fordítva mondtam. Tehát ugye ott gyorsabban, hogy is mondjam, tehát ha lent vagy a felszínen, akkor kevesebbnek érzed az eltelt időt, mint ha ott vagy fönt. Ugye az Interstellár egy tökéletes példa. És akkor ugye a GPS-nél ugye mind a kettőt valóban figyelembe kell venni, tehát aki azt mondja, hogy a relativitás elmélet hülyeség, akkor, mert vannak ilyenek, akkor azok persze ne használjanak GPS-t. Mérési eredményeink vannak erről, hogy nem igen, hülyeség. Igen, így van. Én ezt már mérnökként mondom, tehát ha a fizikusnak valaki nem hisz, higgyen a mérnöknek. Nekem nyugodtan. Így van, vagy hát higgyen a geográfusnak, mert hát természetesen ugye a GPS műholdak azok nem csak a mi navigációnkat segítik, hanem hanem konkrétan geodéziai alkalmazásai is ezer. Méghozzá nagyon is. Igen. Na jó, de hát, hogyha lapos a föld, akkor ezek... Azt sose gondolták volna, hogy 2015-ben lesznek lapos földhívők, tehát ebből a szempontból Robert Zemeckis jövőbe látása az nem bizonyult elég élesnek. Hát, vagy csak kivágták azokat. Rendezői változatban benne lenne. De a vadnyugatos részről még indokolatul kevés szó esett, pedig nekem például az a kedvenc részem. Na mondjad, Miklós, akkor. Nem tudok, ennyit tudok elmondani, hogy nekem az nagyon tetszett, hogy tényleg egy ilyen történelmi kontextusba visszatették, és az is nagyon tetszett, hogy próbálja egyébként tudatosan leépíteni azokat a kliséket, amiket a vadnyugati western filmek ugye előhoznak. Tehát például ugye a gyerek az visszamegy, és mivel látott egy csomó Clint Eastwood filmet, ugye rögtön el is nevezi magát Clint Eastwood-nak, és azokból pontosan látja, hogy kell bedönteni a vadnyugati kocsmahajtót, meg hogy kell viselkedni, és akkor oda megy, és ortogonális dolgok történnek, amit tudjuk, valószínűleg több köze van a valós vadnyugathoz, mint a hollywoodi vadnyugathoz, annak, amit meg van jelenítve.
És ez nekem szenzációs, és egy fricska Hollywoodon belül, és azt nem tudom, annak nem néztem utána, hogy a frisbee az tényleg egy salátástár volt a 19. század végében? Tehát itt van-e mögött izé? Hát ezt ha Gergő nem tudja ezt megmondani, akkor ezt csak is a kommentelők fogják majd nekünk kommentelők elárulni. Azt nem értettem egyébként a vadnyugatos résznek a végén, hogy a Doki hogy épített időgépet, amikor megjön azzal a gőzmozdonyból átalakított időgéppel. Ott valamiről úgy éreztem, hogy lemaradtam. Vagy azt ő ott a múltban hozta létre? Szerintem ez egy ilyen dramaturgiai fogás, mert ő a Doki, és kész. Jó, elfogadom, akkor ezt... Egyébként szerintem, nem tudom, hogy túl jó vagytok vele, de kicsit ezek a visszajövő filmek olyanok, mint az Indiana Jones filmek valahol, hogy hihetetlenül nagy kalandos film, de tudjuk azt, hogy úgyis happy end lesz, meg a főhős úgyis mindenféle szorult helyzetből kikászálódik. Igen. Na, hát a paradoxonokkal kapcsolatban tegyük föl, hogy van egy nagyon makacs tudós, aki azért is forszolja ezt az időutazást, megépíti minden áron, a fluxus kondenzátor beugrik a fejében, a WC-ben, és megcsinálja. És ki vagyunk téve ezeknek a paradoxonoknak, ugye beláthatatlan következmények, így hívja őket a Dr. Emmett Brown. Felrobban a téridő kontinuum, de az is lehet, hogy csak a mi galaxisunk robban fel, tehát ez is kilátásba kerül. Tehát ez annyira egy szálló igelet, hogy ez még a nemrég általunk megtekintett Tenetben is, Miklós, nem tudom, emlékszel-e, azzal riogatták a főhőst, az egyik tudós karakter azt mondta neki, hogy nehogy hozzáérjen önmagához, mert akkor, hogyha azok az atomok érintkeznek egymással, akkor beláthatatlan következményei lesznek annak. Mi ez a beláthatatlan következmény? Tehát tényleg a paradoxon az azzal járhat, hogy megsemmisítjük magunkat, mert valami overload van a galaxisban, és akkor azt mondja, hogy ez így nem fog működni. Nézd, hát ugye ezek ugye felvetnek ilyen kérdéseket, tehát azért ezek elég messzire vezetnek, mert hogy az időutazás az ugye azt is garantálja neked, hogy például egy adott időszeletben ugye például nem marad meg az anyag. Aha. Tehát, hogy anyag, vagyis hát energia, ugye? Tehát energia vész el, vagy jelenik meg a semmiből, úgymond, hogyha ilyen van. Na most ugye ezzel az a baj, hogy hát, hogy is... Hát ki kell terjeszteni a hőtani ismereteket, temporális hőtant. Hát igen, igen, na most a fizikában van egy ilyen duma, hogy az energia az azért marad meg, mert a fizika törvényei az időeltolásra invariánsak. Még egyszer, ez azt jelenti, hogy ez a két állítás, hogy a fizika törvényei nem változnak időben, abból levezethető az, hogy az energia megmarad, és viszont. Nem véletlen, hogy a kvantummechanikában onnan tudod, na mindegy, tehát most ezt talán messzire vezet, de mindegy, a kvantummechanikában úgy döntöd el praktikusan, hogy mik azok a fizikai mennyiségek, amelyek időben megmaradnak, hogy megnézed, hogy mennyire viselkedik hasonlóan, mint az úgynevezett energiaoperátor. Na, tehát, hogy most valahogy így lehet ezt pongyolán megfogalmazni, hogy ne kapcsolja ki azonnal mindenki a podcastet. Tehát ilyen értelemben, hogyha az energia megmaradás sérül, és hát ilyen értelemben szerintem sérülnél tűnik, amikor egyszer csak felbukkan valami az univerzumban, ami eddig nem volt ott, tehát egy tömeggel rendelkező valami, egy ember megjelenik, akkor ottan baj van. Másképp fogalmazva, ez talán analóg azzal, amitől a görögök is, már régi görögök is ugye nagyon féltek, ezt a latinban úgy mondják, hogy horror vacui, vagyis az ürességtől való félelem. Ugye a a világ olyan, hogy még a vákum is tele van virtuális részecskékkel, energiafluktuációkkal, tehát még az üres térnek is van energiája. Tehát ilyen értelemben semmi sem teljesen üres. Most képzeljük el, hogy ahol valami van, oda mondjuk megjelenik a semmiből egy DeLorean, akkor most mi van? Tehát ez így önmagában... Nem nagyon értelmezhető dolog, hogy hirtelen egy olyan helyen, ahol eddig egy részecske volt,
nem megjelenik egy másik. Nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy ilyen értelemben beláthatatlan következményekre vezet az időutazás, de nyilván én azt megengedem neked, hogy úgy legyen, ahogy mondod, hogy ki kell terjeszteni. Tehát ki kell terjeszteni mindent, tehát most van valami megértésünk a világról. Ez így önmagában még kevés érv ahhoz, tehát nem is mondok épp kéznább érveket, csak hogy én valami ilyesmire gondolhatott volna a doki. Persze ők nyilván ez, hogy nem érhetsz hozzá magadhoz, ez már tök mindegy, tehát az én szempontomból már az is agályos, hogy felbukkan egy autó. Vagy akkor ebből az következik, hogy valami más részecskéknek meg vissza kell menni oda, hogy legalább megmaradjon az egyensúly? Hogy... Hát nem, mert ugye kettő van az adott karakterekből, tehát ez azt jelenti, hogy több tömeg keletkezett. Na jó, jó, igen, de nem tudod, hogy mondjuk egy 80 kg-nyi hidrogén molekula egy távoli galaxisba ugyanakkor nem ment át helyébe a jövőbe. Hát ezt tényleg nem tudom. Tehát, hogy most ezt nem tudom, lehet, hogy vannak megoldások, csak nehéz. És olyan igen, helyeken csinálja, ahol nem baj. Ahol nincs szem elől. Hát igen, ugye ez egy nehezen falszifikálható állítás. Hát nem véletlen, hogy ezek miatt rengeteg paradoxon és nehézség miatt mondták azt, hogy oké, a jövőbe lehet utazni az időben, no problem ebből a szempontból. Még ebből a szempontból sem, amiket én mondtam, de a visszautazással van baj, és hogy mivel ennyi paradoxóra vezet, ezért lehet, hogy deklarálhatjuk fizikai törvényként, hogy... Hát mint, akkor mégse csinálja meg a feltaláló. De egyébként a filmben találkoznak, tehát a két Marty McFly, vagy nem is tudom, a Marty McFly-nak a fia és a Marty McFly meglátja egymást, doktor... Sőt, a két doki is találkozik, meg beszélnek is egymással. Igen. Tényleg. Igazad és, van. És nem történik nagy baj, vagyis, hogy úgy tűnik, mintha ez nem okozna problémát az idővonalakban. Még szerencse. Úgyhogy ezt egy kicsit ilyen komédia szinten kezeli szerintem a film. Jó, de hát az egész egy vígjáték, azért a fölött ne sikoljunk el, vagy hogy kell ezt magyarul mondani, ugye? Tehát ez egy vígjáték. Ezt eddig nem is mondtuk, mert eddig olyan komolyan beszéltünk róla, hogy... Mintha dráma lenne. Igen. Pont ettől jó szerintem, hogy mindig lehet rajta nevetni. Ez mindenképpen a filmnek az érdemeihez hozzáírható. Na, hát fiúk, van-e bennetek valami gondolat a Vissza a jövőben trilógiával kapcsolatban még, amiről nem beszéltünk? Én még annyit, hogy az nagyon tetszik, amikor mondja a prof, hogy gondolkozzunk négy dimenzióban. Ugye nekem néha kettőben is nehéz, de háromban ez kb. Lehetetlen. De hogy az milyen jó, amikor megy a vonat, és még nincs kész a híd, de aztán mire odaér, annyira gyorsan megy, hogy akkor már átér a túloldalra, amikor már kész van a híd, és akkor átsuhan. És akkor kérdezném a geográfust, hogy itt azért 100 év alatt azért lemeztektonika, meg mit tudom én, micsoda, meg hogy eleve, hogy mihez kötve működik ez a dolog. Tehát, hogy ez engem zavart akkor, hogy a Földhöz, mint vonatkoztatási rendszerhez valamilyen módon ez hozzá van kötve, hogy ennyire biztos benne a csávó, hogy elutazunk a jövőbe, de 100 év múlva nem egy üres szegletében találjuk munkat a világegyetemben, hanem konkrétan ugyanannak a hídnak a folytatására jut rá a vonat. Na most ez valóban problémás, tehát ezen én is gondolkoztam, amikor McFly West visszament az időben 50 akárhány évet a szülei korszakába, és akkor teljesen máshol kötött ki. De hogyha most belegondoltok, a Föld egy másodperc alatt is nem tudom hány kilométert megy, nagyon sokat, ugye forog is még, közben, tehát hogyha most egy időgéppel te visszamennél akár csak egy másodpercet is az időben, valószínűleg totál máshol lennél a Földön, vagy a Föld belsejében lennél, vagy a világűrben, vagy valahol máshol. Hát, de nem lehet azt feltenni? Itt nem működhet olyan, hogy a doki belekalkulálta a mindenféle forgási paramétereket állandóként az idő utazáshoz, az időgépbe. Figyelj, ezt kell feltételeznünk. Mert az kizárt ugye, hogy ellentmondás legyen a nagyszerű filmben. De egyébként az is eszembe jutott, hogy
hogy ezt is egyébként egy földrajzostól hallottam, hogy azt tudjuk, hogy az árapály miatt egyébként ugye a tengerek vízszintje változik, ugye 12 óránként. A szárazföldé is, igen. Tehát, hogy még a földnek a kőzetből álló kérge is ilyen 10-20 centiket liftezik. Hát én 6-8 centiméterről tudok. Mennyiről? 6-8. Na, jó, mindegy, de az bőven elég, hogy egy vonat kisikoljon, hogyha ezt félre számoljad, oké, hogy 100 év múlva éppen milyen fázisban lesz az árap. Na jó, nehéz dolgok ezek. A lényeg az, hogy a doki ehhez is értett. Tehát aki meg tudja mondani, hogy 10 perc múlva el fog állni az eső szakra, akkor ez persze én el tudom fogadni, hogy ezt is ki tudja számolni. Én azt mondom így ultimate magyarázat itt a műsor végére, hogy a doki mindent kiszámolt, amit ti most itt, kedves hallgatók, kérdésként föltesztek, benne van az egyenletbe, úgyhogy ne tegyétek már föl, de egyébként igen. Mindent és mindent is. Igen. De nyugodtan lehet egyébként hozzászólni, kommentelni, tegyétek meg. És akkor mi meg haladunk előre a jövőbe, 2021-ben fogunk találkozni, és Miklós, azt hiszem, hogy a te egyik kedvenc témádról fogunk majd beszélgetni méghozzá, a The Mercury 7-ről, az eredeti hetekről, és ha jól gondolom, akkor ez Nandinak is az egyik szíve csücske, ez a topik, ugye? Hát amennyire én ismerem, igen, és nő is egy nagy Mercury fan, úgyhogy ezzel fogjuk indítani ezt az évet, mert 2021-ben természetesen Gagarinnak is az évfordulóját ünnepeljük, hiszen 60 éve lesz, hogy emberek jutottak föl az űrbe, és hát Gagarint 3 héttel követte Alan Shepard, az első amerikai űrhajós, aki gyakori szereplője a Mercury programról szóló filmeknek, például az Igazaknak, úgyhogy emiatt is nagyon adekvát lesz, hogy majd ezzel a témával kezdjük a jövő évet. Ajánljatok már nekem egy jó Gagarin filmet. Lehet, hogy van, csak én... Figyelj, van egy. Igen, az konkrétan... Tehát van az oroszoknak egy orosz film, ami konkrétan bemutatja az ő repülését, és annak egyébként az a címe, hogy First in Space, vagy Gagarin Первый в космосе. Tehát... Nem, emlékszel, hogy egyszer ajánlottam a Voskhod 2-ről szóló filmet, a Vremya Pervih, vagy az első ideje című filmet. Ez nem annyira jó, de hát úgy korrekt. Korrekt, kicsit heroisztikus, idealizált, de hát mi mást várnánk az orosz filmipartól, de amúgy egy elég jó megjelenítés a Gagarin sztorinak, úgyhogy esetleg azt is megnézheted addig. Én is újra fogom nézni. 2013-os film, tehát nem egy régi. Én szeretem egyébként a amerikai űrkutatásnak is a mérföldköveit megnézni, de szerintem alul reprezentált a kozmonautáknak a helyzete, meg hát ott nem is annyira világos a helyzet, úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy nem olyan sűrűn megénekelt téma ez a világon. Na mindegy, hát ez ilyen. Hát fiúk, köszönöm szépen a mai beszélgetést, egy élmény boldog volt. Boldog új évet kívánunk. Vagy kívánunk boldog új évet mindenkinek. Nektek is. Boldog új évet. Kedves hallgatóknak is. Így van. De mielőtt még elköszönünk, Miklós, mondd el, hogy mi lesz a Szokolébresztőben a következő. Figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, mert mire ezt meghallgatják a tisztelt hallgatók, addigra ugye már lemegy a Szokolébresztő, hiszen most ez egy olyan durva darálás van, ugye, hogy most nem két hetente, hanem két egymást követő héten volt Parallaxis Podcast. Tehát aki nem hallgatta volna meg, ugye a csütörtöki premier napján, az hallgassa vissza a december 28-ai szokorébresztőt, ami még nem készült el, amikor ezt felveszünk, de már remélhetőleg elkészül addigra, mire hallgatják ezt, amit én most mondok, a tisztelt hallgatók, az űrruhákról volt, illetve lesz szó. Na ez már igazi vissza a jövőbe hangulat, tehát mi még nem vettük fel, de az űrruhákról volt szó, hogyan mennek ki az emberek az űrbe, és hát mindenféle olyan kérdésre megpróbálunk majd válaszolni, amit ugye sosem mertél megkérdezni, de mindig is tudni akartál az űrruhákkal kapcsolatban, hogyan kell benne úgymond kimenni a WC-re, hogyan vakarja meg egy űrhajós az orrát, ha viszket, űrsét a közben, hát ilyenek, szóval... Szerintem érdekes lesz, hogy azután két héttel miről lesz szó, gőzöm sincs. Az még a jövő zenéje, így van. Úgyhogy azt majd maga idejében megtudják a kedves hallgatók, de izgalmasan hangzik az űrruhás
beszélgetés. Hát a Szokol ébresztőt egyébként megtaláljátok a Parallaxisnak a SoundCloud oldalán is, és ezzel együtt ugye az iTunes-on is ugyanott, ahol ezt a műsort hallgatjátok, a Parallaxist. Onnan nem kell menni sehova, ott megtaláljátok a Szokol ébresztőt is, és akkor az űrruhákról szóló diskurzust azt boldogan meg lehet hallgatni, el lehet fogyasztani. Aki egyébként kíváncsi a Star Trekről szóló beszélgetésekre, az az Impulzus podcastet keresse, na azt már nem lehet megtalálni a Parallaxisnak az oldalán, de ha beírja valaki egy keresőbe, hogy Impulzus podcast, akkor hamar rá fog találni. Egyébként a Parallaxis blog is dübörög, parallaxis.emtv.hu, sok érdekes cikkkel és podcastekkel rendszerezve találkozhatott a kedves hallgató, olvasó, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek internetes barangolás előtt ezeket megfontolni, és akkor boldog új évet kívánunk mindenkinek, jövőre találkozunk, sziasztok! 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 Leállítom a felvételemet. Ezzel nincs vége. Azt mondják, fél perc és egy... Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokol ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu